A női röplabdagyütés kerete alaposan megváltozott a nyári szünetben, az már biztos, hogy három venezuelai légiósa lesz a csapatnak, és magyar felnőtt, valamint korosztályos válogatottakkal is megegyezett a klub vezetése. A napokban eldőlt, hogy Sitkei Marian távozik, az ütő visszatér Miskolcra. A keret még nem végleges, elképzelhető, hogy még egy külföldi röplabdást igazol a csapat, de szeptembertől már nem várható változás. Szeptember elejére teljes mértékben összeáll a keret, tehát mindenki itt lesz Nyíregyházán. Ez az elmúlt évekhez képest nagy előrelépés, és megpróbáljuk ezt a keretet teljes egészében végig tartani, és már semmi új játékos nem szeretnénk hozni hozzájuk, tehát lezártuk az átigazolási procedúránkat. A játékos keret mellett a szakmai stáb is változik, Kőhalmi Rihárd edzőként dolgozik tovább, míg a vezetőedző Horváth András lesz, aki korábban Gödöllőn dolgozott. A felkészülés több mint két hónapos lesz, mivel a bajnokság csak október végén kezdődik, és ez alatt számos edzőmeccset vív majd a Nyíregyháza.